Bár a székelyek saját bevallásuk szerint sokkal inkább a pálinkázást részesítik előnyben a borozással szemben, már abból kultúra is része lett a székely gasztronómiának. Így módon az országos bukovinai borverseny megrendezése is rangot jelentett a Bátaszéki Egyesület számára. S bár a minták száma elmaradt a vártól, a minőséggel nem volt igazi probléma. 10 évvel ezelőtt volt Bátaszéken borverseny, és akkor jól sikerült, azért gondoltuk, hogy hát most is jól fog sikerülni. Sajnos közel van a húsvét, és mindenhol borversenyek vannak, úgyhogy viszonylag kicsi volt a felhozatal, de akkor is igyekeztünk, és mindent megtettünk azért, hogy sikeres legyen. 2 napig gyűjtöttük a bort, harmadika egy szabályos zsűri 5 asztalon levizsgálta, úgyhogy mindent rendesen megcsináltuk. Reméljük, hogy az eredmények is jók lesz, meg én se tudom még, hogy mik az eredmények, úgyhogy bízunk benne, hogy mindenki meg lesz elégedve velünk is, meg a rendezvényünkkel is. Az a szám benne, vagy az a nagyszerű benne, hogy a másik faluból jövő ismerősök, barátok is eljönnek, és akkor találkozunk. Az egésznek ez csak indok arra, hogy mi összejöjjünk, most éppen borversenynek hívjuk, Dombováron foci találkozónak hívtuk, egyébként is találkozunk, amikor csak lehet, ez csak egy indok arra, hogy találkozzunk, és jól érezzük magunkat. A székelység olyan, mint a vallás, azt otthon egyedül nem lehet, illetve lehet, de feleslegesnek érzem. Én úgy érzem, hogy a székelységünk olyan, amit közösségbe kell megélni, átélni és megtapasztalni, és a közösségben lenni jó, nem csak a tévé előtt a kis bigyulákat nyomkodni. Úgy érzem, hogy ez a székely nép, ez erre termett, hogy közösségben élje meg a székelységét. Illés Tibor a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke is azt tartja, minden rendezvény, melyet egy népcsoport tagjai megrendeznek önmaguknak, összekovácsolhatja az embereket. Tovább jut mutató, hiszen valamit kell alkotni, tehát egy rendezvényt kell lebonyolítani, ami tulajdonképpen Bátaszéken, hála jó Istennek, nagyon jó színvonalas programok keretén belül zajlik. A bukovinai székelyek, ugye Bukovinában nem volt egy bortermelő vidék, Mártonfi Mór volt, aki tulajdonképpen elindított egy folyamatot, majd későbbiekben ugye amikor Bácskába kerültek, tehát Bácskában már kisgazda továbbképzések voltak, tehát ott már lehetőséget adtak arra, hogy tulajdonképpen megtanulják a bornak tehát a maga termesztés, meg a bornak a kezelését. Ugyanakkor ugye, amikor völgységbe kerültek, ugye akkor viszont a sváboktól nagyon sok mindent megtanultak, hiszen itt már kialakult bortermelő vidékek voltak. László Árpád a verseny fődíjasa arról beszélt, hosszú évek folyamata kellett ahhoz, hogy ma már borversenyt lehessen szervezni a székelyek között. 15-20 évvel ezelőtt is már nagyon neves borászok készítettek bort, ugye székely származásuk révén is, de igazából ez a borverseny tovább erősíti ezeket a dolgokat, tehát tovább erősíti azt, hogy több ember kapjon kedvet a borkészítéshez, szőlőműveléshez. Ez nagyon fontos feladat, mert a térségben több olyan terület van, amit egy kicsit már elhagynak, és én is veszem észre azt, hogy a fiatalok rájöttek annak az ízére, hogy egy kicsit a szőlőműveléssel foglalkozni, a borkészítéssel tovább lépni. Ez ma már kezd hagyomány is lenni, én azt gondolom. Minden borbírálatkor egy olyan összesítés van, ami után ugye megbeszéljük azt, hogy a minőség az milyen irányba mozdul el. Én azt látom az utóbbi évek során, hogy ez egy felfelő ívelő dolog. Tehát megfogadják a termelők a tanácsokat, és hát többen is jönnek azért egyre, többen jönnek a versenyre is, illetve a rendezvényre. Nagyon sok bor volt, ami sok volt az ezüstérmes, és ezeknek mi is súlya van. Tehát fontos, hogy ezt mindenképpen szélesebb körben publikálják, hogy ez tovább menjen. A szervezőbizottság visszatérve a gyökerekhez abban gondolkodik, hogy a jövő esztendőben a borverseny mellé pálinka versenyt is hirdet, ahová a tervek szerint meghívnák a határon túlélő termelőket, gazdákat is.